Ez egy teljesen új technológiával készült oltóanyag, ilyen még nem volt. És nincsen benne maga a kórokozó, tehát nem kell félni attól, hogy kialakítaná a betegséget. Megkezdték a koronavírus elleni oltások beadását a Győri Kórházban. Itt nem csak a Győri Kórház dolgozóit oltják be a következő napokban, hanem a soproni, Moson-Magyaróvári kórházak orvosait, egészségügyi dolgozóit is. Elsők közt a győri polgármesternek és feleségének adták be az injekciót. Ugyanúgy példát kell mutatni. Egyrészt én átestem a Covid vírus fertőzésén, és pontosan tudom azt, hogy azért fulladni nem jó dolog, és főleg az nem jó dolog, hogyha az ember nem tudja azt, hogy hol van a vége ennek a fulladásnak, és ez jobbra fordul, vagy rosszabbra fordul a helyzete. Másrészt pedig azért, mert mint kórházi főorvos és győrváros polgármestere is úgy gondolom, hogy meg kell mutatni azt, hogy igenis bizalommal kell lenni a védőoltás iránt. Első körben még a meghatározott csoportokat oltják be, azonban belátható időn belül megkezdhetik a lakosság oltását is. Most egy német-amerikai vakcina szállítmány érkezett. A Pfizer Biotech cégnek a vakcinája érkezett, amiről szerintem már nagyon sokan és nagyon sokat hallottak. Ez egy unió által elfogadott, bejegyzett, törzskönyvezett védőoltás. A vakcina 0,3 ml oltóanyagot tartalmaz, aminek a beadása a polgármester és a kórházigazgatójának elmondása szerint fájdalommentes. Azonban vannak bizonyos esetek, amikor nem adható be a vakcina. Három nagyon fontos dolog van, aki lázas beteg akutan jelenleg vagy néhány napja biztosan nem javasoljuk a védőoltást, ennek a lehalasztását javasoljuk. Terhességgel várható terhesség az mindenképpen kizáró, meggondolandó az oltása annak, aki nagyon súlyos anafilaxiás reakción valamilyen oknál régebben átesett, nem zárja ki, felkészülünk rá, hogyha kell, de ez mindenképpen nem szeretnénk senkinek kárt okozni. És a három hónapon belül valaki pozitív volt, Covid pozitív, annak nincs értelme jelen pillanatban, az majd, amikor letelik a hat hónapja, akkor érdemes oltani. Akik megkapták az injekciót, azok kapnak egy oltási kártyát, ami rajta lesz, hogy mikor esedékes a következő adag beadatása. Felhívták a figyelmet arra, hogy erről a kórház nem küld külön értesítést, hanem a páciensnek kell jelentkezni a következő oltásra is. Várhatóan a következő napokban 300 új védőoltásra alkalmas vakcina fog érkezni.